Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió regionális híradója január 18-án csütörtökön. Másfél milliárd forintot nyert városfejlesztésre Komárom, mosonmagyaróvári férfi lett a hét mentőápolója, és többek között a fehér orosz bajnokkal is találkozik az Eto FC Győr a törökországi edzőtáborban. A részletek hamarosan jönnek, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Ki kell adnia a Puskás Akadémiának a TAO pályázatok felhasználására vonatkozó adatokat, erről döntött a győri ítélőtábla. Az adatigénylési pert a DK indította. Piroson áthajtó buszról készített felvételeket egy autós, csak a többi sofőr lélek jelenlétének volt köszönhető, hogy nem történt baleset. Újabb győzelmet gyűjtött be a győri Audi Eto KC, a zöldfehérek ezúttal a Békés Csabát győzték le 35-26-ra. És szeles időre számíthatunk a következő napokban, adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. A TAO pályázatok felhasználására vonatkozó adatok kiadására kötelezte másodfokon a győri ítélőtábla a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítványt. A közérdekű adatkiadási pert a DK indította, mivel több sportegyesülettel együtt az igénylés ellenére a Felcsút sem juttatta el a pályázattal kapcsolatos adatokat. Az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helyben hagyja. Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 19.050 forint másodfokú perköltséget, az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. Kérem, az alperes elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezése ellenére a TAO pályázatok felhasználására vonatkozó adatok, szerződések, teljesítési igazolások és számlák kiadására kötelezte a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítványt a győri ítélőtábla. Azt kellett eldönteni a másodfokú eljárásban, hogy helyesen a fellebbező alperes azon érvelése, hogy nem állami támogatás, a TAO támogatás. Az ítélő tábla rámutatott, hogy a társasági adótörvény támogatása állami támogatásnak minősül. Adózó gazdálkodó szervezet, aki felajánlja a sportszervezetnek ezt a támogatást, társasági adókedvezményben részesül ennek fejében, és ha nem ajánlaná fel, akkor be kellene fizetnie a központi költségvetésbe. Így független attól, hogy nem járja meg ez a támogatás a központi költségvetés számláit, állami támogatásnak minősül. Állami támogatás azért is, mert amennyiben a sportszervezet nem használja fel a támogatási célnak megfelelően ezt az összeget, illetve nem tud elszámolni a felhasználással, abban az esetben nem az adózó gazdálkodó szervezet részére, hanem az államnak kell visszafizetnie ezt a támogatást kamattal terhelten. A DK 2016 őszén 33 sportegyesületnél jelentett be közérdekű adatigénylést, dokumentumokat azonban nem sok helyről kaptak. 15 elsőfokú nyert perünk van, amely kimondta, hogy közérdekű adatnak minősül, 4 másodfokú, és ugye egy kúriai ítéletünk. Van 5 olyan sportegyesület, mondjuk egy budapesti, konkrétan eszembe jut a Honvéd, aki rendelkezésünkre bocsátotta ezeket az adatokat, és velük mondjuk a másodfokig sem kellett elmenni. Mezőkövesd esetében van az, hogy ők is a kúriához fordultak, ugye Tálai András navelnök, ugye ők is nagyon nagy élvezői 7 milliárd forinttal ennek a TAO rendszernek. Egyértelműen látszik, hogy ezt a TAO rendszert Orbán Viktor a saját baráti körének építette fel, meglopva ezzel minden magyar embert. A DK még a választások előtt szeretne pontot tenni az ügy végére, hangsúlyozta a pártelnökségi tagja. 14 bírósági ítéletünk van arról, hogy ez közérdekű adatnak számít, és a TAO támogatás közpénz. Azt szeretnénk bebizonyítani a magyar adófizetőknek, hogy a pénzüket a Fidesz kormány és a barátai ellopják, és olyan dolgokra használják fel, amivel csak ők és családjaik járnak jól. Mészáros Lőrinc élen jár ebben, ugye ő 17 milliárd forintot kapott, vagyis az általa vezetett alapítvány, amit még ugye tudjuk, hogy Orbán Viktor alapított. Azt gondolom, hogy 17 milliárd forintot kidobni stadionberuházásokra, úgy, hogy egyébként éhező gyerekek vannak, és látjuk, hogy az egészségügy ott tart, ahol. Azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. A Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvánnyal kapcsolatban több fellebbezésnek helye nincs. Az ítélőtábla jogerősen utasítja az adatok kiadására az alapítványt. Küszöbön az influenza járvány, az elmúlt két hétben csaknem 13 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Szakemberek szerint még nem késő beadatni a védőoltást.
Az oltásra ingyenesen jogosultak többek között az idősek, a várandós nők és az egészségügyi intézményekben dolgozók. Újdonság, hogy idén először a pedagógusoknak is térintésmentesen jár a szérum. Másfél milliárd forint támogatást nyert több pályázaton a Komáromi Önkormányzat városfejlesztési célokra. Cunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a fejlesztések jelentős része, mintegy 400 millió forint, a Jókai Ligetben és a mellette lévő gimnáziumban valósul meg. Az iskolában teljes körű energetikai korszerűsítést végeznek el 2020 végéig. A Jókai Ligetet rendezvénytérré alakítják, valamint felújítják a környék utcáit és parkolóit. Halálra gázolt egy embert a budapesti keleti pályaudvarról Bécs felé tartó Railjet vonat csütörtökön Győr-Szent Iván és Győr között. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a szakaszon csak egy vágányon közlekedtek a vonatok, a Railjet utasait átszállították egy másik szerelvényre. Füves Tamás, a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, egy férfit gázolt el a vonat. A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit. Az Országos Mentőszolgálat ezen a héten Medvác Pétert, a Moson-Magyaróvári mentőállomás munkatársát ismerte el a Hét Mentő Ápolója címmel, ezt közösségi oldalán közölte a szervezet. Medvác Péter 2005 óta dolgozik a Moson-Magyaróvári mentőállomáson, azóta pedig több továbbképzésen is instruktorként tevékenykedik. Balesetet okozhatott volna annak a busznak a sofőrje, aki a piros jelzés ellenére hajtott át a lámpán Győr egyik körgeometriás csomópontjában. Erről egy szintén a csomópontban közlekedő autósofőrje készített felvételeket fedélzeti kamerájával. A videón jól látszik, hogy csak a szerencsének és a többi sofőr éberségének köszönhető, hogy nem lett baj a manőverből. Zöld az út az egyenesen haladó autók előtt, a híd felől közlekedőknek pedig piros van. A buszvezetője azonban láthatóan ezzel mit sem törődve, áthajt a lámpán. Ezt a videót egy arra járó autós rögzítette fedélzeti kamerájával, majd küldte el a Győrben közlekedünk csoportnak. Arra lettem figyelmes, hogy gyorsan közelít egy busz, akkor, amikor nekünk már régen zöld volt. És igazából azt vettem észre, hogy a mellettem lévő autó, azt hiszem, hogy egy fiatos volt, ő belefékezett, és látszik is, utólag megnéztem, hogy ő vele is csattant volna a buszba, hogyha ő időben nem észleli ezt a dolgot. Csak a többieknek volt köszönhető az, hogy ebből tulajdonképpen baleset nem következett be. A videón egyébként elég jól látszik, hogy a keresztező forgalomnak végig zöld jelzése volt, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy úgymond a buszsofőr esetleg bent ragadt a kereszteződésbe, hogy éppen a piros jelzés vagy a sárga jelzésnél haladt be, hanem ez teljesen tudatosan a piros jelzésen közlekedett. A videón jól látszik, hogyha a szürke Fiat sofőrje nem lassít le, akkor elsodorja a busz. A szakértő szerint csak a szerencsének és a többi közlekedő éberségének köszönhető, hogy nem történt baj. Itt a személyisérülés is talán jelentős lett volna, hiszen azért egy nagy testű járművel ütközni, főleg ahogy látszik a videón is egy egész kis személygépkocsi közlekedik ott, azért itt jelentős lett volna a személyisérülés is, és természetesen az anyagi kár is. Nem tudom, hogy a buszon utaztak egyébként utasok, de valószínű, hogy ha utaztak rajta, akkor akár ott is megsérülhettek volna páran. Az oktató híradónknak elmondta, sokan tudatosan hágják át a közlekedési szabályokat, legtöbb esetben pedig ezek kisebb-nagyobb balesetet is okoznak. Ez a tudatos szabálytalanság, tehát sokszor az a jellemző ezekre a körforgalmakra, hiszen a körforgalmak előtt már ezek az előjelző táblák, tájékoztatást adó táblák több száz méterrel korábban kint vannak, tehát tulajdonképpen mindenki be tudja lőni azt a sávot, amerre ő haladni szeretne, és ugye a probléma mindig akkor van, amikor egyszerűen a sofőrök ezeket a szabályokat nem tartják be, nem ennek megfelelően közlekednek, hanem ahogy ő gondolja, ahogy ő próbálja, úgy halad benne, és sajnos emiatt vannak jelentősebb balesetek, illetve koccanások is a körforgalomban. Győrben 2006 óta vannak körgeometriás csomópontok, amikben fontos, hogy a balesetek elkerülése érdekében a tájékoztató és előjelző táblák, a fényjelzőkészülékek és az útburkolati jelek együttes figyelembevételével közlekedjünk, hangsúlyozza az oktató. Az esettel kapcsolatban megkerestük a buszt üzemeltető ENKK-t is. Ők közleményükben azt írták, konkrét adatok hiányában nem tudják vizsgálni az ügyet, ugyanakkor az autóbuszvezetők részére tartott éves ismeretfelújító oktatáson rendszeresen felhívják a figyelmet a KRESZ előírásainak maradéktalan betartására. Azt írták, a felvételen látható baleset veszélyes helyzetre külön felhívják kollégáik figyelmét a következő oktatások alkalmával.
Idén is célszerű a jogosultaknak már januárban kitölteni az adóelőleg nyilatkozatot, hogy a munkavállalóknak járó kedvezményeket mielőbb figyelembe vegyék a munkáltatók, erre hívja fel az érintettek figyelmét a NAV. Az idei évtől a nyilatkozatok kitöltését a hatóság honlapján elérhető alkalmazással is segítik. Már a februári fizetésben érezhetik a kedvezményeket azok, akik januárban eljutatják a munkáltatóikhoz adóelőleg nyilatkozataikat. Az arra jogosultaknak például havi 6900 forint személyi kedvezmény jár, de a friss házasok is igényelhetnek támogatást. A házasságkötést követő hónaptól tudják a házaspárok érvényesíteni. Ez adóban 5000 forintot jelent, tehát ennyi plusz jelent havonta a házaspárnak. Eldönthetik, hogy melyikük veszi figyelembe vagy igénybe, illetve akár meg is oszthatják ezt, és 24 hónapon át jár, és pozitívum, hogyha közben esetleg gyermekük születik, akkor is igénybe vehetik ezt az első házasok kedvezményét is. A családi kedvezményt igénybe véve az egygyermekes családoknak havi 10000 forinttal több kerül a kasszába, a támogatás összege pedig a gyermekek számától függően tovább emelkedik. A kétgyermekes családok most jobban járnak, mert az előző évhez képest gyermekenként 2500 forinttal többet kapnak, tehát tavaly még gyermekenként 15000 forint volt ez az összeg, most gyermekenként 17500 forint, tehát havi 35000 forint plusz jelent, és három gyerek esetében pedig ugye az adóalap kedvezmény 220000 forint, ami adóba gyermekenként 33000 forintot jelent. Például, ahol három gyermek van, akkor ez havi plusz 99000 forintot jelent. A jogosultak a NAV honlapján találnak mintát a nyilatkozatokhoz, fontos azonban, hogy ezeket a munkáltatónak kell leadniuk. Amennyiben az érintett ügyfelek nem nyilatkoznak az adóelőleg kedvezménnyel kapcsolatban, így nem igénylik havi szinten a támogatást, akkor az adóbevallás leadása után visszamenőleg kapják meg majd a kedvezmények teljes összegét. Második koncertjére hívta 17 óra 18 percre a közönséget a Győri Filharmonikus Zenekar. A társulat ezt a sorozatot kifejezetten a Győr vonzás körzetében élőknek és a családoknak találta ki és ajánlja. A négy hangversenyből álló sorozatban azonban csak a kezdési időpont tér el az átlagtól. A klasszikus dallamok ugyanolyan nagyszerűen szólnak a koncerten, mintha este csendülnének fel. Délután 5 óra. Még nagy a forgalom a városban. A Richter terem is már nyitva van, hiszen a győri filharmonikusok a 2017-18-as szezonban stílusosan 17 óra 18 perckor is rendeznek koncerteket. Amíg a felnőttek a beengedésre várnak, a gyerekek közül néhányan már elindulnak valahová. Hogy pontosan hová mennek, az legyen egyelőre még titok, mert érkezik a zenekar, már is kezdődik a koncert. Az időpont választás nem csak az évadnak szól, a közönségnek is. A zenekar olyan családoknak is szeretne kedveskedni, akiknek az esti 7 órás koncert kezdés már túl későn van. Bényi Tibor karmester szerint ez egy nagyszerű kezdeményezés. Németországban több helyen tapasztaltam, hogy a koncertek, a nagy koncertek a megrendező napján tartanak ugyanabban a műsorból kicsit több beszéddel, kevesebb játékkal koncertet. A beszédnek itt is fontos szerepe van, még egy-egy részlet külön is felcsendül a műből, némi magyarázattal. Szabó Balázs zenetörténésztől megtudjuk például azt, hogy Haydn hogyan képzelt el a hangszerek játékát. A célja, hogy a vonós négyest olyanra formálja, minthogyha egy beszélgetést hallanánk, amelyben négy intelligens és művelt ember magas rendű témákról eszmét cserél. Nekem kifejezetten tetszettek a magyarázatok is, mert sokkal jobban rá tudunk hangolódni a műre, hogyha előzetesen hallunk róla valamit. Amíg a koncertteremben szól a muzsika, a második emeleten a kamaraterem gyerekzsivajtól hangos. A kicsikre óvónők vigyáznak, pontosabban játszanak velük. Nem, az óvónőnéket kell lecsukni, aki sajó. A filharmonikusok így szeretnének kedveskedni azoknak a családoknak, akik eddig azért nem jártak koncertre, mert nem volt kire bízni a kicsit, vagy például a nagyobb gyerkőcöt már leköti egy órányi muzsika, a kisebbeket viszont értetően még nem. És hogy mi készül itt az asztalnál? Készítünk ilyen madáretetőket. Igazából azért választottam ilyen színeket, mert ezek tetszettek. A legkisebbeket a legfontosabb mesehősök is várják. Ő a villám, meg mindig ez a villám.
A koncerten Haydn mellett Mozart zongora versenyét is meghallgathatta a közönség. Nagy Ervin szerint nincs különbség az ő szempontjából abban a tekintetben, hogy mikor ül le a zongorához, hiszen a közönséget mindig meg kell tudni szólítani. Ehhez az első lépcső, hogy a zenekar és a szólista között is létrejön egyfajta összhang, ami a művész szerint inspiráló volt. Az egész hét, a megelőző próbák nagyon-nagyon jók voltak, és nagyon élveztem minden napot. A valamivel hosszabb, mint egy órás produkció ezúttal is célba talált, és mire az utolsó kirakó is a helyére került, már zúgott a vastapsa nézőtéren. Nekem a klarinét tetszett. Jól éreztük magunkat, köszönjük. Egy szép nap lezárás, egy egész mozgalmas nap után. Lelki felüdülést, kiváló volt, jól éreztem magam. A győri filharmonikusok a 17-18-as szezonban február 22-én Prokofjev Rómeos Júliájával, míg április 11-én Mendelssohn és Schumann műveivel várják a közönséget 17 óra 18 perckor. Újabb győzelmet szerzett a győri Audietto KC a női kézilabda bajnokságban. A rendkívül sűrű januárban, így a harmadik mérkőzésén is két ponttal gazdagodott a gárda. A Békés Csabai rohanós, sok hibával tarkított találkozón Kis Éva is visszatérhetett a csapatba sérülése után. Maga biztosan és nagy lendülettel kezdte a Békés Csabai vendégjátékát a győri Audietto KC. A női kézilabda bajnokság 13. fordulójában gyors egymás utánban szerezte góljait a zöld-fehér együttes, a hazaiak pedig küzdöttek, hogy tartani tudják az iramot. A rohanós játékban folyamatosan növelte előnyét az Audietto, és a sok hiba ellenére is sikerült stabil 6-7 gólos előnyre szert tenni. Nem mondanám, hogy könnyű mérkőzés volt, teljes erőbedobással küzdöttek ellenünk, nagyon jó munkát végeztek. Tisztában voltak vele, hogy azért gólokkal jobbak vagyunk, de ma rengeteg hiba volt a játékban. Nem szoktunk ennyit hibázni, ma valami nem volt elég jó. A hibák kijavításában sokat segített, hogy aki a pályára került, szinte azonnal gólt is szerzett. A félidőre így már 17-8-ra vezetett a vendégegyüttes. A második játékrészben újra a csapat forgatása játszotta a főszerepet. Az előny megőrzése mellett a fiatalok is játék lehetőséget kaptak, és a sérüléséből visszatérő Kis Éva is jól teljesített a kapuban. Rohanós meccs volt szerintem, futottunk rendesen, tehát egy jó futós edzéssel is felért. Jól tartotta magát a hazai csapat, mert ugye a végén a fiatalok is tudtak játszani, és jól tudtak beszélni a mérkőzésben, ami szerintem fontos. A második játékrészben sikerült megőrizni a félidei 9 gólos előnyt, és 35-26-ra győzte le az Audietto a lila fehéreket. Pihenésre és ünneplésre azonban nincs sok idő, hiszen pénteken este már az MTK ellen kell bizonyítani az Audi arénában a csapatnak. Többek között a fehér orosz bajnokkal is találkozik az Eto FC Győr a törökországi edzőtáborban. A zöld-fehérek február 4-én utaznak ki az edzőtáborba, ahol 4 edzőmérkőzést kötöttek le, például az Európa Liga résztvevő Bate Borisovval. A fehér oroszokon kívül ukrán, dán és litván ellenféllel találkoznak majd. Az Eto FC egy hetet tölt az edzőtáborban, majd utána még egy felkészülési meccset játszanak a Csorna ellen. Ki kell adnia a Puskás Akadémiának a TAO pályázatok felhasználására vonatkozó adatokat, erről döntött a győri ítélőtábla. Az adatigénylési pert a DK indította. Piroson áthajtó buszról készített felvételeket egy autós, csak a többi sofőr lélek jelenlétének volt köszönhető, hogy nem történt baleset. Újabb győzelmet gyűjtött be a győri Audietto KC. A zöld-fehérek ezúttal a Békés Csabát győzték le 35-26-ra. Tömörti Szabina már itt is van velünk a stúdióban, elhozta nekünk a programajánlót. Szia Szabina, miből választhatunk pénteken? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Óvi mozi Mosonmagyaróváron. Ezúttal a közkívánatra a legkisebbek egy legendás magyar rajzfilmet láthatnak, melynek főhőse egy bátor rendőr és annak kis barátja. A mozi pénteken reggel 9:30-tól kezdődik a Flash központban.
aztán a Káptalandom régen és most fotókiállítás Győrben. A látogatók fotókon keresztül ismerhetik meg a mai Káptalandom sokszínűségét, építészeti, természeti, szakrális értékeit, az itt élők mindennapjait. A kiállítást pénteken 10 és este 8 óra között lehet megnézni a Szent László látogatóközpontban. Aztán a 12 dühös ember Tatabányán, Reginald Rose izgalmas és fordulatos krimiében az előítéletek és a kontrollálatlan indulatok állnak középpontban, miközben 12 egymás számára teljesen vadidegen próbál dönteni egy gyilkossággal vádolt ember életéről. Az, hogy miként dönt a 12 dühös ember, kiderül pénteken este 7 órától a Jászai Mari Színházban. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a hét hátralévő részében. Felhő, szél és napsütés. Ezek mind-mind jellemzőek lesznek a pénteki időjárásban az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Pénteken a nap elején még erős felhőzetre kell számítani, és erős légmozgásra is. Hajnalban 4, reggel pedig 6 fokot mérhetünk, majd csapadékra nem kell számítani. Pénteken délután sem esik majd az eső, marad a szél, viszont a felhők eltűnnek. A napsütésben a maximumok 5 és 7 fok között alakulnak. A péntek este enyhén felhősen alakul, 0-3 fokot mérhetünk majd a nap végén, csapadékra itt sem kell számítani. A folytatásban sem jön majd eső északnyugatra a hosszú távú előrejelzések szerint. A szombat változóan felhősen szelesen alakul, a reggeli és az esti órákban 0, napközben pedig plusz 5 fokot mérhetünk majd. Vasárnapra alábbhagy a légmozgás, az enyhén felhős túlnyomóan napos időben, reggel és este mínusz 2, nappal pedig plusz 2 fokot mérhetünk majd. A hétfői időjárás is hasonlóan alakul a vasárnapihoz, a nap elején és végén mínusz 2, napközben pedig plusz 1 fokot mérhetünk majd, túlnyomóan napos idő várható. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták január 18-án csütörtökön. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket ide a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, jó éjszakát kívánok a viszontlátásra!